Két millió forintra bírságolta az RTL-t a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Cele vagyok, ments innen egyik tavalyi adása miatt. A testülethez több bejelentés is érkezett, ezért indítottak eljárást. A vizsgálat szerint súlyos jogsértés történt, a kereskedelmi csatorna műsorvezetői megalázó és kiszolgáltatott helyzetbe hoztak egy kolumbiai kisgyereket. Két millió forintra bírságolta az RTL-t a média tanács a Celeb vagyok mencskénen október 18-ai epizódja miatt, írja közleményében a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A testület bejelentés alapján indított eljárást és súlyos jogsértést állapított meg. A vizsgálat szerint a kereskedelmi csatorna műsorvezetői megalázó és kiszolgáltatott helyzetbe hoztak egy kolumbiai gyermeket, amivel törvényt sértettek. A jelenet hatalmas felháborodást okozott. A 444 címlapján között részletes beszámolóban úgy fogalmaztak, Sebestyén Balázsék röhögve aláztak egy gyereket az RTL celebes túlélős műsorában. A portál azt írta, Ismert embereket visznek el a dzsungelbe, hogy ott különböző feladatokat csináltassanak meg velük, miközben a szabad ég alatt kell aludniuk esőben is, és csak rist, illetve babot tehetnek, abból is keveset. Majd azzal folytatták, hogy a legutóbbi érőadásban már nem csak a celebeket, de egy helyi, vagyis kolumbiai körülbelül 8-10 éves gyereket is aláztak a műsorvezetők, akik ezt látványosan viccesnek gondolták. A 444 beszámolója szerint a gyereket Pedrito néven mutatták be. A műsorvezető Vadó János elkezdte magyarul keresgetni a magyarul nem értő gyereket, akinek feltehetően megmondták, hogy minden esetben azt kell mondania, hogy igen, uram. Szó szerint idézzük, hogyan hangzott a szóban forgó jelenet. Figyelsz rám? Szí, Balázs egy senki, ugye? Szí, Én vagyok az Isten, ugye? Szí, Anyád megmondta, hogy én vagyok az apád. Szí, És hogy a többiek is? Szí, Szereted még mindig a csokítót? Szí, tudod, Tudod, hogyha tíz éven keresztül fánkot fog zabálni, mint eddig, akkor 150 kiló leszel 16 éves korodra, ugye? Szí, Tudod, hogy a tekila ölbutítés nyomorba dönt, ugye? A 444.hu hozzátette, mindeközben a másik műsorvezető, Sebestyén Balázs végig a háttérben vigyorgott, majd röhögve megjegyezte, szegény, abuzáltuk. Az RTL csak négy nap után kért bocsánatot, ezt ugyancsak a 444.hu írta. Az M1 közvetlenül a botrány kirobbanása után kereste az RTL Magyarország sajtóosztályát. Azt kérdeztük, miért vártak négy napot arra, hogy bocsánatot kérjenek a közfelháborodást okozó jelenet miatt? Lehet gyereket találni az RTL-en, vagy minden egyes nap újabb nézettséget hoz, és ez fontosabb szempont. A csatorna válaszában azt írta, sajnálják, hogy az élőműsorban elhangzott vicc bántó volt. Arra azonban nem válaszoltak, hogy miért vártak a bocsánatkéréssel négy napot, és arra sem, hogy lehet-e gyereket találni az RTL-en. A médiatanács vizsgálata megállapította, hogy megalázó helyzetbe hozták a kolumbiai gyermeket. Az adásban elhangzott kérdések közül néhány az intim szféráját sértette, illetve a testalkatán gúnyolódott. Az RTL-t ezért két millió forintra bírságolták, és a jogsértésről szóló közlemény közzétételére kötelezték. Hangsúlyozták, a bírság megállapításakor figyelembe vették, hogy az RTL jelentős befolyásoló erejű, országos vételkörzetű televíziós média szolgáltatás. A Mandiner emlékeztetett, Sebestyén Balázsé ellen az elmúlt 13 évben több mint 60 alkalommal indított eljárást a médiahatóság, a mostanival együtt pedig már csak nem 15 millió forint büntetésnél járnak. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság más csatornákat is ellenőrzött, az ATV Spirit Televíziót 50 ezerre, a Kalocsai Korona FM 100 rádiót pedig 20 ezer forintra bírságolta.